Roskadoznak a terméstől a paradicsomok ebben a somogysárdi fólia sátorban. Folyamatosan érik a paprika, a vöröshagymát már kiszedték a földből, az uborkát pedig nemrég újra ültették, hogy nyár végére ismét legyen termés. Az ízlete zöldségféléket a közmunkaprogram keretén belül 10 gondos kéz nevelgeti. Amikor elültetjük, akkor nagyon sokáig be kell jönni mindennapos öntözéssel, aztán hetente fattyazni kell a paradicsomot ahhoz, hogy ilyen gyönyörű szár legyen. Tehát itt a hónajhajtásukat mindig kicsipkedjük, hogy az egy méterre nekünk megnőjön és termést hozzon. Aztán az öntözés minden nap, tápoldatozás egy héten kétszer-háromszor történik, és utána már várjuk a termést. Hát természetesen gazolni is kell, úgyhogy oda kell figyelni, meg hát mindig van vele munka, tehát munkát azt megadja. A magas építési fóliasátras termesztést az alföldiektől lesték el, a terményeket a kastély bejáratánál értékesítik, illetve az oktatási intézmények konyhájára is kerül belőlük. A bevételünket, ami így bejön, azt pedig hát a közmunkaprogramunkba forgatjuk vissza, ebből gépeket veszünk. Most, hogy megnövekedtek az üzemanyagárak, rengeteget elküldtünk üzemanyagra, tehát oda a pótlásnak ez jó, az a bevétel, amit itt a településen értékesítünk, mert a növényeinknek úgymond 90%-át településünkön értékesítjük, aztán szociális alapon tudunk adni az embereknek, illetve hogyha vannak olyan növényeink, ami nem esnek egybe az óvodai szünettel, akkor ott megpróbáljuk kiegészíteni a gyerekeknek, vagy az uzsonnájukat, vagy a tizórajukat. Kupacokban állnak a farönkök a kastély udvarán, amelyeket szintén közmunkások hasogatnak és fűrészelnek. Ezek a hasábok az óvoda vegyes tüzelésű kályhájába kerülnek majd. Az egyre növekvő gázár a somogysárdi önkormányzatot is komoly kihívás elé állította. Valami megoldást kell keresnünk, ahol tudunk, ott átállunk fatüzelésre, és a munkásainkkal fát vágunk, illetve kazánokat fába fogjuk fűteni. Ahol meg nem, ott meg valamit le kell csökkentenünk, mert ezeket az energiaárakat mi kis önkormányzat vagyunk, nem tudjuk egyelőre finanszírozni, tehát meg kell nézni, hogy hol mit tudunk lecsippenteni az energiaköltségekből. A belügyminisztérium állásfoglalása szerint minden alternatív fűtési lehetőséget fel kell mérni, hogy a köznevelési intézmények zavartalanul működhessenek az országban.